Jó reggelt kívánok 2022. június 8-án, szerdán. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy te ígéreteidet beteljesítő, megtartó Isten vagy. Urunk, mi emberek, teszünk ígéreteket itt a földön, és nem mindig tartjuk be. Van, amikor rajtunk kívül álló okok akadályoznak meg. Van, amikor belül van probléma. Urunk, te látod azt, hogy mennyire akarjuk megtartani azt, amit megígértünk. Te látod azt, hogy milyen sokszor ott van bennünk az a szent elhatározás, hogy hogyan fogunk a te utadon járni és megmaradni. És mégis olykor elbukunk, elerőtlenedünk. Köszönjük, hogy veled lehet újrakezdeni, hogy nálad van megbocsátás. Köszönjük, hogy te igéd által táplálsz minket és erősítesz bennünket. Kérünk, tégy így most is, hadd érthessük meg a te igéd üzenetét, a te nagy kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszból egyetlen verset szeretnék kiemelni. Ez a Józsué könyve 11. fejezetéből a 23. vers, amely így szól. Így foglalta el Józsué az egész országot. Pontosan úgy, ahogyan megígérte Mózesnek az Úr. Józsué pedig átadta azt örökségül Izraelnek, mindegyik törzsnek a maga részét, és béke lett az országban a háború után. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvéreim, a mi Istenünk ígéreteit beteljesítő Isten. Amit ő megígér, azt ő meg is cselekszi. Az egy más kérdés, hogy mikor. Nem köti mindig az orrunkra azt, hogy mit mikor teljesít be. Van, amit később, van, amit később, korábban. Nem automata, hogy fent bedobom az imádságot, és lent kijön az, amit kértem, hanem szuverén Úr, aki azt tesz, amit jónak lát. Isten olykor azt is megadja, amikor olyat kérünk tőle, ami később nem biztos, hogy teljesen a javunkra válik. Az egyik ismerősöm mesélte el, akinek nagyon rohanós élete és munkája volt, hogy azt kéri az Úristentől, hogy legyen már egy olyan munkahely, ahol nem kell más csinálni, csak bemenni pontosan időre, ott az íróasztal mögött ellenni, tenni, venni ezt, azt, aztán időben, amikor letelik a munkaidő, felállni és hazamenni, egy ilyen nyugis munkahelyet szeretne, és megkapta. És egy olyan állást kapott, ahol tényleg ezt kellett csinálni, és néhány hónap után beleunt, és azt mondta, hogy ő ezt képtelen csinálni. Valójában az történt, hogy Isten képes azzal is büntetni, hogy teljesíti valamilyen kérésünket. Más az, amikor az ő ígéreteiről van szó, mert az ő ígéretei eleve jók, amelyek valóban hasznosak a számunkra. A mai ige szakaszhoz Kónyákos ezt a magyarázatot fűzi. Azt olvassuk, hogy Isten ígéretével kezdődött minden. Kiválasztott egy embert, Mózest, majd Józsuét a feladat elvégzésére. Amikor engedelmesek voltak, az Úr előttük járt, és győzelmet arattak. Amikor elfordultak tőle, veszítettek. Isten ígérete azonban beteljesedett, függetlenül az ő hűségüktől vagy hűtlenségüktől, ahogyan a mi életünkben is. Isten ígéreteinek beteljesedése nem az ember viselkedésétől függ, hanem az Isten szeretetétől. Ő megígérte azt is, hogy el fogja küldeni a messiást, a felkentet, a szabadítót, és ez azért csodálatos, mert Józsué könyvét olvassuk, a Jehósua ugyanazt jelenti, mint Jézus, szabadító. Eljött Jézus Krisztus, hogy megszabadítson bennünket a bűn és az halál törvényétől, hogy az élet törvényét írja a szívünkbe. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne kellene tovább küzdenünk és harcolnunk a bűnnel. Pont úgy, ahogy Józsué könyvében, amikor birtokba veszik az országot, a népnek is meg kell tennie azt, ami tőle telik, ahhoz, hogy letelepedhessenek. Azt is megígérte Isten, és ez talán a legvégső ígéret, hogy visszajön az Úr Jézus Krisztus ítélni élőket és holtakat. Ezt is be fogja teljesíteni, még akkor is, ha nem tudjuk, hogy mikor. Ezért fontos, hogy hogyan bánunk a ránk bízottakkal,
hogyan úgymond sáfárkodunk azzal, amit Istentől kaptunk. Hiszem, hogy ő ebben is tud nekünk segíteni, és képes megadni azt, hogy úgy formálja az életünket, hogy mások számára is áldássá tudjunk lenni. Ehhez viszont tudni kell előre is tekinteni, nem csak hátra. Nem olyan régen olvastam azt, hogy eleget nézted a mögötted levő utat. Elég volt a mi lett volna, ha típusú kérdésekből, és a hozzájuk kapcsolódó de mi lesz, ha típusúakból. Ne légy a múltad rabja, követtél el hibákat, éltél át fájdalmakat. Volt, ami a te hibád következménye volt, mást csupán csak elszenvedtél. De bocsáss meg, engedd el ezeket a terheket. Bocsáss meg magadnak, másoknak is, ha kell, Istennek is. Ne cipeld magaddal a veszteségeidet. Igen, van rá lehetőségünk, hogy Istennek elé vigyünk mindazt, amely az életünkben akár teherként jelenik meg. Egyedül ő elé érdemes. És hogy mi történik ezután? Ezt olvassuk. Béke lett a háború után. Bárcsak eljönne a béke ott is, ahol ezt vágyják és kérik, és aztán a fegyverek abba hagynák a pusztítást. Amikor kiosztják a földet, akkor meghatározzák, hogy a föld Isten tulajdona is, nem az egyes emberi. Az egyes ember csak bérlője a saját ingatlanjának Istennel szemben. Ezért osztják újra meghatározott időközönként, hogy senki el ne szegényedjen és túlságosan meg ne gazdagodjon. Mert a föld Istené. És ez igaz ma is. Tőle kaptuk kölcsön, hogy jól sáfárkodjunk vele. Nem csak a földet, de az erőnket is, és az időnket is. Ma is. Éj hát jól vele. Amen. Mindenható mennyei édesatyánk, olyan jó tudni, hogy a te ígéreteid azok igazak és ámenek, azok megállnak, nemzedékről nemzedékre. Köszönjük azt, hogy így lehet bűnbocsánatunk, szabadulásunk, és megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, a te vezetésedet. Megtapasztalhatjuk, hogy milyen az, amikor te megszabadítasz, és te megengeded, hogy az a békesség legyen a szívünkbe, amelyet egyedül te adhatsz. Urunk, te megengedsz olykor rossz dolgokat is, mert azzal is tanítani akarsz bennünket, olykor erősíteni akarsz. Megengeded a próbákat, vagy a kísértéseket is, de tudjuk, Urunk, hogy egyedül veled lehetséges ezekben megállnunk. Kérünk a mai napon is te adj áldást. Te adj elegendő erőt a feladataink elvégzéséhez, és bölcsességet, hogy tudjunk rád figyelni arra a halk és szelíd hangra, amely jó utat mutat nekünk. Köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak az áldozatát, hogy általa gyermekeid lehetünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!